A hosszantartó forró időjárás meg annyi bajt tud okozni az állatoknak, ezért minden nyári időszakban érdemes beszélni a felelősségteljes állattartásról. Serezs Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője kiemelten ejtett szót, hogy mire figyeljünk oda a lakásban tartott kis kedvenceinknél. Nagyon fontos, hogy ugye lakásban vagy éppen szabadban tudunk házi kedvenceket tartani, és ha a lakásból reggel elmegyünk otthonról, mindenféleképpen próbáljunk biztosítani olyan tartási helyet, ami árnyékos. Folyadék utánpótlás lakásban is nagyon fontos. Nagyon sokan ablak mellett tárolnak például olyan házi állatokat, ami ketrezbe vagy éppen akváriumban van tartva, a hüllőknek, vízmadaraknak, vagy éppen a tengeri malacoknak, aranyhörcsögöknek éppen úgy fontos, hogy be legyen árnyékolva. Ha az ablakon keresztül besüt például a nap, akkor egy akváriumban akár ilyen üvegházhatás jelleggel hasonló állapot jöhet létre, mint mondjuk egy személygépjárműben ott hagyott állat esetében. Nagyon fontos, hogy a házi kedvenceknek mindig biztosítani kell olyan helyet, ahova szabadon el tudnak húzódni a tűző nap ellen, és hát, hogy udvarba tartott kutyákat ilyenkor láncon semmiféle formában ne tartsa a gazda, ugyanis nagyon veszélyes. Az Állatvédő Egyesület vezetője továbbá kiemelte, hogyha nagyon nagy meleg van, akkor próbálják meg a gazdik az állatokat hűteni, lelocsolni. A nagyobb sétákat érdemes kora reggelre vagy estére időzíteni, azonban óvatosnak kell lenni, mert a kutyák hőleadása a tappancsaikon keresztül történik, amit a felmelegedett beton megnehezít. Nagyon fontos, hogy az aszfalton, betonon sétáltatott állatnak akár föl is éghet, fölhólyagosodhat a tappancsa, ami ugyanúgy fertőzés veszélyes, illetve nyilvánvalóan nem egészséges, hogyha az állatnak mondjuk megég a talpa. És hát próbáljuk meg úgy tartani az állatokat, hogy megfelelő legyen, minél nagyobb testű egy kutya, minél sötétebb a szőre, annál hamarabb tud fölhevülni, és hát ha megtörtént az a napszúrás, hőtorlódás, amit senki nem szeretne ugye átélni, próbáljuk meg a tüneti hűtőkezelés mellett az állatorvost minél hamarabb értesíteni. És hát ilyenkor nyilván energiába gazdagabb tápanyagra nincs szükség, próbáljuk meg lájtos folyadékba gazdag tápanyaggal tartani a házi kedvenceiket. Nyilván a kutya az emberhez sokkal inkább függő, mint mondjuk egy cica, a macskák a nagy melegben szabadon el tudnak húzódni, és hát este sötétedés után kezdik meg a életüket. Szó esett arról is, ha nyaralni megy a család, akkor érdemes olyan állatbarát helyre beadni kedvencét, ahol megfelelően gondoskodnak róla. Vagy ha otthon marad, akkor egy családtag napi szinten nézel rá.